nekem nagyon nagy motivációt jelent ez az egész, hogy végül is egy EB-n szerepelhetünk, főleg így, hogy benne vagyunk a csoportokban. Hát ott az a célunk, hogy tovább jussunk a világbajnokságra, reméljük sikerülni fog. Farkas Zolival, Kalmár Zsoltival gyakorlatilag minden meccsen ott vagytok, pályára léptek. Ez a bizalom, ez mi kell, hogy megmaradjon? Hát a jó teljesítmény kell hozzá, hogy ez megmaradjon. Az adott? Tehát úgy érzed, hogy jó formában volt a tavalyi év, és most is jó leszel? Igen, szerintem nagyon sok munka ereje ez az egész. Előző fél évet szerintem nagyon jól zártam, nagyon jó eredményeket értünk el a válogatottal is, megvertük a németeket, olaszokat, jó volt. Neked mi kell az, hogy jó formában legyél? Nem tudom, sok munka. Az többi majd jön magától. Párhuzamosan több helyen is játszol, nem csak a korosztályos válogatott, nem csak az NB3, helyenként még vissza kell játszani az U21-be. Mennyire nehéz így, hogy gyakorlatilag hol itt, hol ott játszik az ember? Hát szerintem egyáltalán nem nehéz, mert hogyha profi szinten fogunk játszani, ott is ugyanúgy lesz, hogy szerda-szombat mérkőzések, és ebbe jó így belerázódni, én szerintem. A tavalyi esztendőben volt ugye egy nemzetközi torna, Prágában nyertetek, mit jelentette ez számotokra? Hát szerintem nagyon nagy először is önbizalmat adott nekünk, hogy a bajnokságban, másodszor is pedig ez büszkeséggel töltötte minket, hogy ezt tévés meccsen tudtunk szerepelni, és jól. Sok visszajelzést kaptál? Igen, sokan gratulációt is kaptam, sok embertől, edzők is gratuláltak. És benn voltál ugye a For Fortu magazinban, és azt mondták, hogy te lehetsz az egyik nagy tehetség itt a jövőben. Milyen volt visszaolvasni magadat? Nagyon jó érzés volt, és azon leszek, hogy bebizonyítsam, hogy igenis számíthatnak rám.